Gőzerővel készül a nyári Masters világbajnokságra Szokoldi Anna. A 17. vizes világbajnokságot követően augusztus 7-e és 20-a között rendezik meg Budapesten a szeniorok világbajnokságát, amelyre eddig már több mint 6000 úszó nevezett. A nyíregyházi versenyző a számára két arannyal és egy ezüsttel végződő tavalyi londoni Európa-bajnokságot követő pihenő után új edző irányításával kezdte el a felkészülést. Szeptember óta edzek Gyula Sándorral, heti 5 vagy 6 nap, attól függ, hogy versenyek miatt hogy tudok edzeni. Hát nagyon erős felkészülés van, 6-7000 métereket úszunk, ma is úgy tudom 7000 méter lesz az adag. Gyula Sándor edző szerint az úszónő edzés munkája és eredményei szép reményekre jogosítanak a világbajnoki szereplést illetően. Eindhovenben például az 1500 méteres gyorsúszásban érte el országos csúcsot a Nyír Senior 97-ese versenyzője. Dia mindent megtesz azért, hogy jó szerepeljen. Az egyik legszorgalmasabb tanítványunk, példát mutat a gyerekeknek. Én remélem, hogy jól fog szerepelni a VB-n. Borzasztó érdekes, hogy nagyon nagy divat lett most szenior úszónak lenni. Nagyon sokan készülnek, nagyon sokan akarnak VB-t nyerni, úgyhogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon nehéz küzdelem lesz Diának is. A 2 évvel ezelőtti kazanyi Masters világbajnokságon a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében utolsó évesként a 200, a 400 és a 800 méteres gyors úszásban is másodikként ért célba a nyíregyházi sportoló. A korosztályt váltó a 45-49 év közötti korcsoportban újoncként induló úszónő hazai környezetben 5 számban indul majd. Kezdünk augusztus 10-én 3 kilométerre Balatonfüreden, utána lesz 800 gyors, 400 gyors, 200 gyors, meg 400 vegyes, tehát 4 medencés szám és egy nyílt vízi. Nagy reményekkel indulunk, hát azért készülünk ennyit, meg azért úszok a gyerekekkel is, hogy minél jobban tudjak felkészülni. Mert eddig egyedül edzettem, most pedig a jövő bajnokai gyerekekkel edzek, 15 gyerekkel. A civilben fogorvosként dolgozó úszónő a hétvégén Csongrádon áll rajtkőre, majd a VB kezdetéig még egy gyulai és egy szlovákiai versenyen csiszolhatja formáját Szokoldi Anna.